Március 7-től megszüntették a járványügyi korlátozások többségét Magyarországon. A kormány azért döntött így, mert a koronavírus járvány 5. hulláma a végéhez közeledik. Így március 7-től már nem kötelező arcmaszkot viselni zárt terekben, így például boltokban és a tömegközlekedési eszközökön. Az egészségügyi és szociális intézményekben azonban továbbra is előírják a szájat és az orrot eltakaró maszk viselését. Így a Kispesti Egészségügyi Intézetben is továbbra is kötelező a maszk. Az intézmény vezetője, dr. Kumin Marianna szerint a maszk használat fenntartása azért is fontos, mert még van friss COVID-fertőzés, terjed az influenza és menekültellátási kötelezettségük is van. A betegektől azt kérik, hogy akinek akut felső légúti tünetei vannak, ne menjen az intézetbe. A kormány arról is döntött, hogy kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat, így a rendezvények korlátlanul látogathatók. Emellett visszavonták a cégek és a vállalkozások jogát arra, hogy a koronavírus elleni védőoltást előírják az alkalmazottak számára. Az egészségügyi veszélyhelyzetet viszont fenntartják, részben a lehetséges 6. hullám veszélye, részben a kormány cselekvőképessége miatt.